A tavalyi nagy építkezés után a elmaradt úgynevezett D-épületrész, a tornaterem és a hozzá kapcsolódó vizes blokkok is felújításra kerülnek. Nagyon ráfért már a tornatermünkre is, illetve a mosdókra is a felújítás. 32 évig szolgálta az ifjúságot, most már nagyon-nagyon szép lesz, ami feltehetőleg, tehát ez az átadási határidő május 31-ig el is készül. Jól halad a munka, és nagyon szép lesz. Végre megoldódik az a nagy problémánk, hogyha van egy rendezvényünk, és az időjárás az udvarról beszólít minket, akkor lesz hova jönnünk, és el tudunk férni 400-450-en. A vaskeretes, korszerűtlen ablakok már nem voltak nyithatóak, ezek lecserélésével új nyílászárók kerülnek a helyükre, valamint a padlózat is megújul. A vizes blokk és a hideg burkolat is felújításra kerül. Anyagi támogatást, anyagi forrást honnan lehetett szerezni erre? Önkormányzatnak köszönhetjük, mert ugye a városközpont fejlesztésben a négy gyönyörű szép tanterem és a második emelet kialakításra került, a felújításra a földszinti és az első emeleti vizes blokkok, viszont ez ebbe a projektbe nem fért bele, és az önkormányzat pályázott a tornaterem felújításra, ami közel 18 millió forint, és ebből újult meg a tornaterem, illetve a vizes blokkok. Ami nagyon-nagyon örülök, hogy megvalósult, hogy egy harmonika ajtóval a tornaterem és az aula összeköthető, összenyitható, és úgymond egy jótékonysági bál is most már itthon, nálunk az iskolában megvalósíthatóvá válik.